Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmi jóslás október 12-én. Gondoljatok valakire. Én úgy hiszem, hogy ez egy szerelmi kapcsolat. A jóslást is így hívom, express szerelmi jóslás. Az ő jelenlegi helyzetét ez a király mutatja, az ő büszkeségét és tartását. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme jelenti az érzelmeit. Ő uralkodik az érzelmei felett, várakozik, és nem mutatja ki az érzelmeket. Miről gondolkozik el? Itt ez a torony összeomlik, nála változások lesznek, és nem tudja hogyan tovább. De erről nem beszél, ezek csupán az ő gondolatai, amit érez. Itt van egy hamisság. A kettes szám az utal a ti kapcsolatotokra. Te és ő. De a képen látható egy harmadik személy, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentései vannak. Valaki figyeli őt, valaki figyel benneteket. Ő ezt nem tudja, de érzi, hogy a háttérben van ez a hamisság. Mi az, amit ő nyitottan közöl? Mert közli veletek, vagy hogy beszél rólatok. A nyitottságát itt ez a csillagász mutatja, és feltekint az égi csillagokra, az lehet egy spirituális út is, de amit még jelent, hogy ő a szerelmi témát, a ti párkapcsolatotokat az isteni hatalomra rábízta, és hisz abban, hogy lesz egy sorsfordulat, és hisz az isteni segítségben. És mit szeretne közölni veletek? A szív, a lélek hangja az itt látható. A remény. Ez a kártya a reményt szimbolizálja, és azt is, hogy ő szeretne nálatok legyökerezni. Kell számára a biztonság érzete. És mit hiányol, mit szeretne megkapni tőletek? Ez egy találkozás, egy fontos beszélgetés. Mi az, ami összeköt benneteket? Ezt mutatja itt ez a levél, erre lehet esküdni. És ő esküszik arra, hogy az, amit közöl veletek a valóság, vagy esküszik erre a szerelemre, azon kívül ez a pápa, ez mutatja az isteni hatalmat is, közöl valamit, mutat valamit, és ez a levél, ez egy olyan biztos dolog, amiben meg lehet bízni. És ez volt az express szerelmi jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, vagy ezt az express jóslást, vagy a három kérdőjeleset, vagy valami mást, tegyétek fel a kérdést, és én ajánlok számotokra valamit. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!